Mozaik Plusz című műsorunkban tekintsék meg a városrávatás ünnepéig áll a műsorának első részét. Jó estét kívánok! Nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves közönségünket Dunaföldvár városra avatásának 31. évfordulója alkalmából rendezett gálaestünkön. Köszöntöm Süli János tárca nélküli miniszter urat, Szántóné dr. Novák Eszter járási hivatalvezetőt, Horváth Zsolt polgármester urat, dr. Süveges Árpádné alpolgármester, dr. Révész Judit aljegyzőt, és a képviselőtestület megjelent tagjait. "1989-ben az elnöki tanács 16/1989-es számú január 17-i rendeletének értelmében március 1-i hatállyal településünk ismét városi rangot kapott. Erre a jeles alkalomra emlékezünk ma. Az ünnepség keretében évről évre várostörténeti vetélkedőt, gálaestet rendezünk, melynek keretében adjuk át a városi kitüntetéseket. A következő percekben hallgassák meg Horváth Zsolt polgármester úr köszöntő beszédét. Kérem, hogy mobiltelefonjaikat szíveskedjenek kikapcsolni. Kezdjük sokkal, jó estét kívánok! Nagyon nagy a fény, nem látok semmit, de nem baj. Hallanak, jó? Köszönöm szépen, meg jól is látnak, köszönöm szépen. Hogy köszöntsem Önöket én is a képviselőtestület nevében, külön miniszter urat is, igaz, ezen a héten elég sok találkozunk, volt már és beszéltünk, de ettől függetlenül én nagyon örülök, hogy ennyien megtisztelik a mai rendezvényünket. Hát, hölgyeim és uraim, itt hallottuk, hogy 31 éve váltunk várossá, és ennek a városavatásnak a alkalmából kitüntetjük azon embereket, akiket a város polgárai így vagy úgy összegyűjtött aláírásukkal támogatják, és azt mondják, hogy a közösségnek az elismerésére rászolgáltak, az egész életútjukkal, munkájukkal kitöltötték azt az űrt, amiért Dunaföldvár 1989. március 1-ével várossá vált. Ha feltesszük a kérdést, és azt mondjuk, hogy mit jelent az, hogy város, akkor ez csak egy üres frázis, vagy ezt meg tudjuk-e tölteni mi itt együtt, akik itt vagyunk, és azt mondjuk, hogy igen, a mi településünk azért város, mert, és pont. Én ebben a pontban következőket szeretném mondani. Egyrészt azért vagyunk város, mert voltak sikereink, vannak sikereink, és most elmondom azt, hogy lesznek is sikereink, amelyhez önök, mint városlakók, azok kellene. Van presztisünk. Dunaföldvár azért akárhol is járok ma Magyarországon, és mondom, hogy képviselem Dunaföldvár városát, mindenki tudja. El tudja helyezni a térképen, és különböző dolgok jutnak neki eszébe. A Dunapart, Halászcsárda, Tóth Cukrászda, Marcipán, a városközpontunk, és ezek olyan, engem olyan jó érzéssel tekintenek. És még azt is szokták mondani, hogy az itt élő emberek olyan kis szeretők. Tehát lehet velük beszélgetni. Van egy jó piac, van egy jó vásár. Azért ez így rendben is van nekünk ebben a dologban. Tehát a másik meg, hogy büszkék vagyunk. Legyünk is. Van mire. A múltunkra, a jelenünkre és a jövőnkre is büszkék lehetünk. Igaz, hogy e három dolog, ez kéz a kézbe jár.
Aki nem ismeri a múltját, az nem tud jelent építeni, aki meg nem ismeri és nem tudja felmérni, hogy mi a jelen, az meg nem fog tudni ma a jövőt építeni az elkövetkezendő dologban, mert minden építkezéshez már megtanította bennünket az ősök, mire van szükségünk? Nagyon jó alapokra. És én azt gondolom, hogy Dunaföldvár történelmében nagyon jó alapokat szerzett. És mire lehetünk mi büszkék? Történelmünkre. Az itt élt emberekre, akik alkottak, elvitték Dunaföldvár hírét. Az épített környezetünkre. A természeti környezetünkre. És mi magunkra, akik ezt a várost üzemeltetjük, és akik itt vagyunk együtt, inspiráló közösségeket, és olyan gondolatokat tudunk összeszedni, amelyben látjuk és vizionáljuk a jövőnket. Nagyon fontos dolgok ezek, amelyekről itt egy pár gondolatot beszélek. Nem akarok hosszú lenni, mert aztán végül azt mondják, hogy én mondtam azt, hogy nem lehet több a műsor x percnél, nem mondom meg, hogy 120 vagy 150, majd érzik a helyükön ebben a dologban. Nem szeretném ezt túlhúzni és túldimenzionálni, de egy idézetet hagy mondjak, és ezt nem látom, de biztos, hogy itt van valahol Lukácsi Érma néni, valamelyik könyvében így kezdődik a dolog, hogy ha gyorsan akarsz járni, ez egy afrikai közmondás, akkor menjél egyedül, ha messzire akarsz menni, akkor menjél társakkal. Hát ez így igaz. Ez így igaz. És nekünk ezért kell összefogni közösségekben, társakban, a családnak, a városnak megtartó erejének, hogy mi messzire tudjunk elmenni. Az eledeink ezt megmutatták, nekünk itt a jelenbe, és a gyermekeinknek kell ezt megmutatni, hogy hogyan kell csinálni, és ez fog nekünk majd jövőt adni. Kennedy elnöknek a sírjára következő mondat van még felírva. Sose kérdezd azt, hogy mit tehet érted az országot, hanem mindig azt kérdezd, hogy te mit tehetsz. Én ezt úgy fordítanám, hogy mi is legyünk ilyenek. És mindig kérdezzük meg magunktól, hogy mi mit tehetünk a városunkért, a közösségünkért, a családunkért, mert akkor fogunk előrelépni. Én azoknak az embereknek, akiknek a polgárok az aláírásukkal inspirálták a képviselő testületet, és bemutatták azt, hogy kik azok az emberek, akik ezt viszik előre, ezt a várost, én azoknak most itt gratulálok. További sok sikereket kívánok, nagyon jó egészséget a családjuknak is, és maga az egész közösségnek is. És azt higgyék el, ha egymást nem segítjük, kéz a kézben nem haladunk, nem fogunk menni, egyedül lehet, hogy gyorsan fogunk menni, de nem érünk sehova. Én nagyon jó ünneplést kívánok Önöknek, én előre gratulálok már a díjazottaknak, és mindnyájuknak erőt, egészséget, boldogulást, szerető családot, és nagyon jó gondolkodást és jó beszélgetést kívánok még a mai estére, és legyenek inspirálók, és bennünket is, mint városvezetőket inspiráljanak abba, hogy igen, gyerünk, gyerünk, és jobban teljesítsük. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és további jó szórakozást kívánok Önöknek. Reménykedünk benne, hogy amit itt összeállított műsort a Művelődési Háza részünkre, az bennünket is fog inspirálni, és jó szórakozást is fog nekünk nyújtani. Köszönöm, hogy meghallgattak. A városi ünnepséghez kapcsolódóan a Művelődési Ház évek óta szervez városismereti, várostörténeti vetélkedőt. A versenyen a Beszédes József Általános Iskola és a Magyar László Gimnázium diákjai mérték összetudásukat. Az okleveleket átadja Pataki Dezső, a Művelődési Ház igazgatója. A díjakat Nagy László, Medgyesi Zsolt, Tóth István, Széles Dániel, Széles László és a Művelődési Ház ajánlotta fel. Harmadik helyezés ért el a Beszédes József Általános Iskola 7. A osztályos csapata Sűrű Sára, Sudár Napsudár, Zsebeházi Kamilla és Pálfi Tamás. Felkészítő tanáruk Keresztes Katalin. Kérem, fáradjanak a színpadra!
A második helyen végeztek a Beszédes József Általános Iskola 7. C és 8. C osztályos tanulói. Hegedűs Dávid, Lesnik Milán, Nagy József és Zászlósi Rihárd. Felkészítő tanáruk Jágerné Miklán Zsuzsanna. Kérem, fáradjanak a színpadon. A Beszédes József Általános Iskola 7. A osztályos csapata állhatott a képzeletbeli dobogó legmagasabb fokára. Farkas Áron, Kis Tibor, Tóth Nándor és Zsebeházi Zsolt. Keresztes Katalin tanárnő készítette fel a gyerekeket. Kérem, fáradjanak a színpadon. Elsőként egy táncos pár lép a színpadra. Bertalan Emese, a Kecskeméti Kodály Zoltán Szakgimnázium 12. osztályos néptánc tagozatos diákja. Óvodás kor óta foglalkozik néptánccal, jelenleg az Ördögszekér Tánc Egyesületben, valamint a Kecskemét Tánc Együttes ifjúsági csoportjában táncol. Unokatestvére Pap Mátyás, dunaföldvári gyökerű fiatalember, a párja, a Kecskeméti Piarista Gimnázium végzős diákja, szintén a Kecskemét Tánc Együttes ifjúsági csoportjának tagja. A mai estén látható koreográfiákkal oktatóik Lukács László, Lukácsné Haránt Eszter és Molnár Máté felkészítésével élére indultak a 11. országos ifjúsági szólótáncversenyen. Elsőként György Kalbi Csárdást és Szaporát láthatnak előadásukban. Thank you.
Kérem, hallgassák meg a Dunaföldvár sportjáért kitüntetett méltatását. A Pannónia Bio ZRT biofinomítót üzemeltet Dunaföldváron. Az üzem biomasszaként takarmányminőségű kukoricát dolgoz fel, amelyből állati takarmányt, bioetanolt és kukoricaolajat gyártanak. A környékbeli gazdálkodók évente több mint 1 millió tonna kukoricával látják el az üzemet, amiből 325 ezer tonna állati takarmány, 450 millió liter bioetanol és 10 ezer tonna kukoricaolaj készül. Az üzem jelentősen befolyásolta az életminőséget Dunaföldvár környékén. Közvetlen hatásai közé tartozik a magas minőségű, tartós munkahelyek létrehozása, a környéket érintő elvándorlás mérséklése, a munkanélküliség csökkentése, a közszolgáltatások javulása és a környéken szokásosnál jobb munkavállalói kompenzációs csomagok létrehozása. A Pannónia Bio ZRT működése során kiemelt figyelmet szentel a társadalmi szerepvállalásnak is. A Pannónia Bio ZRT a társadalmi felelősségvállalás keretében 2016 év májusában 100 ezer forint támogatást nyújtott a palacsintasütő Guinness rekord kísérlet megvalósításához. A támogatási összeget alapanyagvásárlásra fordították. 2016 év decemberében Dunaföldvárváros önkormányzata 2 millió forint támogatásban részesült, mely összegből 500 ezer forint értékben 100 nehéz anyagi körülményben élő család részesült ajándékutalványban. 1 millió 500 ezer forintból pedig a Pipacs utcában került kialakításra egy új játszótér a környéken élő gyerekek legnagyobb örömére. 2017. decemberében 1 millió 500 ezer forint támogatásban részesült Dunaföldvárváros önkormányzata. A Vörös Kereszt Dunaföldvári szervezete az összeg egy részéből 200 adag ételt készített, melyet december 24-én a szociálisan rászorulók között osztottak szét. A Dunaföldvár Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ a tanodával együttműködve karácsonyi délután szervezett, mely során 35 gyermek kapott meleg teát, süteményt, valamint karácsonyi csomagot. 2017. december 27-28-29 napján a Dunaföldvár Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ a támogatásból 115.500 forintot felhasználva nehéz körülmények között élő családok és egyedülállók részére 3 napon keresztül egy tál melegételt biztosított. A támogatásból megmaradt 500 ezer forint összeget pedig a szociálisan rászoruló családok a Gábor Pál utcai CBA üzletben vásárolhatták le 5000 forint értékű utalvánnyal. 2018. decemberében 1 millió 500 ezer forint támogatásban részesült Dunaföldvárváros önkormányzata, melyből 800 ezer forintból megújult a Dunaföldvári Egészségház szellőztető rendszere, egy modern, keringető légtechnikai eszköz megvásárlásával és beépítésével. A fennmaradó 700 ezer forintból valósult meg a Dunaföldvári Kossuth Lajos utca 4. szám alatti óvoda udvari játszótere. Az újonnan létrehozott két óvodai csoport igényeit maximálisan kielégítve. A támogatásból a Dunaföldvár Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ szervezésében az előző évekhez hasonlóan az ünnepek alatt ételosztást rendezett a szociálisan rászoruló dunaföldvári lakosoknak. 2019. decemberében a Pannónia Bio ZRT nagylelkű felajánlásának köszönhetően 3 millió 300 ezer forint támogatásban részesült Dunaföldvárváros önkormányzata. Az összeg jelentős részéből a Sárga Pincés gödörben egy új játszótér kerül kialakításra. A támogatás másik feléből pedig a Dunaföldvár Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ ételosztást tartott. A Pannónia Bio ZRT 2018-ban és 2019-ben több százmillió forint összegű társasági adó felajánlásán keresztül támogatta a Dunaföldvári Futballklub, valamint a Holler UNFC munkáját. A Dunaföldvárváros önkormányzatának képviselőtestülete a Pannónia Bio ZRT-nek évek óta nyújtott anyagi segítségért,
Különös tekintettel a Dunaföldvári sportélet támogatásáért, Dunaföldvár sportjáért kitüntetést adományoz. A díjat átadja Horváth Zsolt polgármester úr és dr. Süveges Árpádné alpolgármester asszony. Szépen köszönöm, hát én sem látok semmit, tehát elég nehéz így a semmibe beszélni, legalábbis úgy látom én. De mindenképpen tudom és érzem azt, hogy itt vannak, jelen vannak. Először is szeretném megköszönni azt, hogy lehetőséget adtak, hogy a gyárunk itt megépüljön. Most már több, mint ha így számoljuk, akkor 11-12 éve jelen vagyunk a város életében, és azt gondolom, hogy egy eléggé folyamatosan, dinamikusan fejlődő céget tudtunk itt megalapítani. Ami azt gondolom, hogy valahol a filozófiánk is, hogy beszélni sokat nem beszélünk, de hogyha egy jó dolgot látunk, akkor abban a pillanatban cselekszünk. Itt a város és a környék életéhez azért azt kell mondani, hogy nagyon jelentősen úgy érezzük, hogy hozzájárultunk fejlődésünkkel, mint egy 70-75 fős csapatból ma már egy 270 fős dolgozói létszám, aki így dolgozik közvetlenül a gyárunkba, és ez, hogyha nézzük a hatásait, akkor körülbelül egy 2000 főről, körülbelül egy 6000 fős rétegnek tud munkát nyújtani itt a környéken. Tehát azt gondoljuk, hogy igenis jelentős a fejlődésünk, és ez teszi lehetővé igazából, hogy ezt gazdaságosan csináljuk, hogy magát a várost is tudjuk fejleszteni. Én azt gondolom, hogy amiről beszélhetünk itt, az, hogy egy szimbiózisban élünk, tehát úgy, ahogy a város fejlődése, úgy a mi fejlődésünk is, egyiknek a másikát kell, hogy húzza és támogassa. Én azt gondolom, hogy csak így tudunk előre haladni az úton, és ezt próbáljuk támogatni. Az egyik, amiben mindig hiszünk, az a jövő. Én azt gondolom, hogy ez az, amit, amikor bármilyen adományt adunk, illetve döntéseket hozunk, akkor ezt tartjuk szem előtt, és ebben, amiben, ahogy tudjuk, támogatjuk is a várost, amikor látjuk azt, hogy egy jövőt, egy ígéretes beruházásba gondolkodnak, akkor megpróbáljuk megkeresni azokat a forrásokat, amiket mi ezt valamilyen módon tudjuk támogatni. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük ezt az elismerést, és úgy gondolom, hogy ezt a szimbiózist, ezt a közös jó fejlődést, ezt hosszú távon fenn kell tartani, és próbálunk ennek mi is megfelelni, úgy, ahogy látjuk, hogy a város is mindent megtesz ennek érdekében. Úgyhogy köszönjük szépen! Bodalai Péter következik. Péter a Dunaföldvári Magyar László gimnáziumban érettségizett, majd a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen járműmérnök diplomát szerzett. 7 éves kora óta tanul zongorázni, majd később orgonálni, kántorizálni kezdett. 2014 óta magánének tanulmányokat folytat Orth Miklós operaénekesnél. Giacomo Puccini Turandot című operájából Non piangere liu kezdetű áriát adja elő. Zongorán kíséri Kádin Balázs zongoraművész, a Magyar Állami Operaház korrepetítora. Oh!
A Dunaföldvár gyermekeiért díj átadása következik. Kérem, hallgassák meg a díjazott méltatását. Fabóné Bíró Ágnes 1959-ben született Pakson. Általános és középiskolai tanulmányait Dunaföldváron végezte. Már diákként is vállalt pedagógiai feladatokat, segítette társait a felzárkóztatásban. Érettségi után bölcsként képesítés nélküli óvónőként kezdte pályáját. Két hónap után az iskola igazgatója Bölcske külterületén András Pusztán tagóvoda vezetői feladattal bízta meg egy 19 fős vegyes csoportban, és egyben az élelmezés vezetői feladatokat is ellátta. A következő évtől már Dunaföldváron, a Templom utcai óvodában kamatoztathatta tapasztalatait, és sikeres felvételt nyert a kecskeméti óvónőképző főiskolára. Az újonnan épült óvoda mini csoportjának kialakításával ismét új feladatokat kapott. 1981-ben az óvoda vezető felkérésére elvállalta a Kossuth utcai óvoda vezetését, a dunaföldvári óvodák közül elsőként szervezték meg a szülők jótékonysági báját, melynek sikere hagyományt teremtett. Egy év után megbízták a dunaföldvári óvodák ideiglenes vezetésével. Megismerkedett az intézményvezetés feladataival, gazdálkodási nehézségeivel. Gyermekei születése után folytatta tagóvoda vezetői feladatait, kollégái megválasztották a közalkalmazotti tanács elnökének. Ezután óvoda vezető helyettessé választotta a nevelőtestület, így újból sokrétű feladatoknak kellett megfelelnie. Továbbképzési, beiskolázási terveket készített, kihelyezett, továbbképzéseket szervezett, előadókat hívott, pályázati írásban vett részt. Szponzorokat keresett a gyermekeink jövőjéért közalapítvány bevételének gyarapítására, melynek összegéből udvari játékokat, csoportszobák bútorozását cserélhették ki. Amikor a volt szovjet laktanya helyén a lakótelepet alakítottak ki, a kisgyermekes családok odaköltözése szükségessé tette óvoda kialakítását. 2002-ben megnyitott Hunyadi téri óvoda szervezetileg a Kossuth utcai intézményhez tartozott, így Ágnes épületben 4 csoport működését irányította. Az egységes tevékenységközpontú óvodai nevelési program kidolgozásában is részt vett, az óvoda pedagógusoknak kihelyezett továbbképzést szervezett a program megvalósításának megkönnyítése érdekében. Támogatta az elkészítését, bevezetését, megvalósítását szakmai tapasztalataival, és hozzájárult gyakorlati megvalósításához. Mikor a Paksi kistérség 3 települése, Dunaföldvár, Bölcske, Madocsa képviselőtestülete a közoktatási feladatellátást mikrotérségi formában folytatta, 4 munkaközösség alakult a 3 település óvodapedagógusaival. Ágnes a művészeti munkaközösség vezetője lett.
A kompetencia alapú óvodai nevelés bevezetésével elkészítette a Két kicsi bocs meg a róka című mese feldolgozását, mely jó gyakorlattá vált az óvodai nevelésben. 5 év után felkérték a természeti munkaközösség vezetésére. Gyűjteményeket, projekteket készített munkaközössége tagjaival, és ezeket rendszeresen publikálta az Óvodai Nevelés című folyóiratban. Sikeres pályázatokon vett részt óvodájával, településünkön elsőként elnyerték a Zöld Óvoda és a Biztonságos Óvoda címet. Képezte magát, fontos volt számára, hogy napra kész legyen az óvodapedagógusi pályán. Azt vallotta, hogy egy pedagógusnak folyamatosan tanulnia kell, meg kell újulnia, ennek érdekében nem sajnált sem időt, sem energiát. Továbbképzéseken vett részt, elvégezte a közoktatás vezetői szakot kiváló minősítéssel. Elsőként készítette el portfólióját a pedagógus minősítési rendszerben. Segítette a hozzáforduló munkatársait szakmai kérdéseikben, mindig lelkesen, készségesen. Az élete volt a hivatása. Játékos formában, a gyakorlatban mozgáson keresztül fejlesztette a gyerekek tudását, bővítette ismereteit. Felkészítette a gyermekeket az iskolai életre, stabil alapot adott jövőjükhöz. Élményeket nyújtva, szeretetben nevelte a gyerekeket, szebbé, változatosabbá téve óvodai életüket, tartalommal töltve meg hétköznapjaikat. Természet szeretetét az általa készített természetfotókon keresztül adta át a gyermekeknek, még változatosabbá, színesebbé tette az ismeretszerzés örömét. Ezt kamatozik a már felnőtt óvodások körében, többen lelkes természet- és környezetvédőkké váltak. Nyugdíjba vonulását követően férje inspirálásával a természetfotózással tölti szabadidejét. Fotóikat közös tárlatokon mutatják be, melyeket a dunaföldvári közönség is több alkalommal megcsodálhatott. Odaadó és tartalmas munkájának elismeréseként Dunaföldvár város önkormányzatának képviselőtestülete Fabóni Bíró Ágnest Dunaföldvár gyermekeiért kitüntetésben részesíti. A díj átadására felkérem Horváth Zsolt polgármester urat és dr. Süveges Árpádné alpolgármester asszonyt. Én csak tettem a dolgom, bioetanol nagyon sok pénzt tudott adni, én a gyerekeket adtam, fölneveltem őket, felnőtté váltak, és nagyon szeretik a földbár. Bízom benne, hogy mindenki, és vigyáznak a városunkra, és tovább emlékükben megmaradok. Egy nagyon aranyos történetet mesélek gyorsan még el. Egy pár hónapja Dunai városban jártam egy nagy üzletben, és a pénztárban mosolygott rám egy 20-30 év körüli fiatalember. És nem tudtam, hogy miért mosolyog. Rám nézett, és kérdezte, hogy földvári vagyok? Mondom, igen. Ovó néni? Mondom, igen. Hát az én óvodásom volt. És ez annyira jól esett, hogy felnőtt emberként egy komoly férfi rám néz, és meglátta bennem azt az óvónénit, aki 5-6 évesen ott ápolta, sírt, akkor vigasztaltam. Én ezt tudtam nyújtani a gyerekeknek, meg nagyon sok élmény, hogy ismerjék meg Földvárt, hazánkat, és szeressék. Köszönöm szépen!
Kedves közönségünk, hamarosan egy duót hallhatnak Pataki Anna és Pataki Eszter előadásában. Anna 2 éve végzett a Győri Széchenyi István Egyetem művészeti karán, jelenleg hegedű tanárként dolgozik a Győri Liszt Ferenc Zeneiskolában. Eszter a Győri Széchenyi István Egyetem művészeti karának végzős zongoraszakos hallgatója. Előadásukban Joachim Raff Cavatina című darabját hallhatják. Thank you.
képviselőtestület döntése értelmében két személy veheti át a Dunaföldvárért emlékérem kitüntetést. Kérem, hallgassák meg első díjazottunk méltatását. Németh Lajosné Dunaföldváron született. Egészségügyi szakközépiskolai tanulmányai után szülésznői szakképesítést szerzett. Rövid ideig Szekszárdon dolgozott, majd házasságkötése és gyermeke születése után Dunaföldváron vállalt munkát. Egészségügyi, szociális és mentálhigiénés szakemberként számos területen évtizedeken át sokat tett Dunaföldvár közösségéért. 11 éve vezeti az Őszi Alkon Nyugdíjas Klubot. Szívén viseli az idős emberek sorsát, szervezi a több mint 40 tagú klub működését. Heti rendszerességgel, gazdag programmal gondoskodik arról, hogy a többségükben egyedül élő idős emberek közösséget alkossanak, hogy feltöltődjenek, kikapcsolódjanak. A kreatív foglalkozások, az előadások, versenyek, a szellemi, lelki egészség megőrzését, a betegségek megelőzését vagy kialakulásának lassítását szolgálják. Az általa szervezett kirándulások, sokszínű rendezvények során a nyugdíjasok ismeretekkel és élményekkel gazdagodnak. A klub tagjai irányításával rendszeresen végeznek közösségi munkát a városért, részt vesznek jótékonysági programokon, például palacsintasütési Guinness rekordállítás, tojáskadészítés, jótékonysági előadás színészeinek vendégüllátása, gyűjtés beteg gyerekek részére, vagy a leégett csónakház felújítására. A tájház udvarának, vagy az 1848-as emlékmű környezetének a rendbetétele. Évente színvonalas, kistérségi nyugdíjas találkozókra hívja a környező települések klubjait, és érdekes, gazdag programmal tölti meg a napot. A földváriak is részt vesznek hasonló rendezvényeken, országos találkozókon, így viszik Dunaföldvár jó hírét hazánkban. A városi könyvtárban több alkalommal kiállítást szervezett a tagok kézi munkáiból. Kirándulásokat szervezett városban, a felújított Dunapart, az új könyvtár megtekintése, a barátok temploma. És városunkon kívül is. A tagok jártak a Krisna-völgyben, Kiskunmajsán, Cserkeszőlőn. Jó kapcsolatot ápol a helyi civil közösségekkel és a környező települések Bölcske, Madocsa, Solt, Kulcs nyugdíjas klubjaival. Az Őszi Alkony Nyugdíjas Klub aktív tevékenységére, kreatív programjaira és táncos produkcióira felfigyelt az országos média is. 2019 tavaszán az egyik klub foglalkozáson felvételeket készített a Duna TV Életet az éveknek című műsorának stábja, de szerepeltek a Dankó Rádió élő műsorában is. A négy évtized alatt Dunaföldvár lakóit szolgálta. A gyermekeket és az időseket, az egészségeseket és a betegeket, vagy a rászorulókat. Dolgozott gyermekorvosi asszisztensként, a nagyközségi tanács egészségügyi előadójaként, családsegítőként, vagy nyugdíjba vonulásáig a Napsugár Idősek Otthona mentálhigiénész szakembereként. Szívesen vállalt szabad idejében közösségi, szervezési feladatokat, korábban mammográfiai szűrésekre vitte a földvári asszonyokat, aktív tagja a Dunaföldvári Kertbarátok Városvédő Egyesületének. Mindig lehet számítani rá a jótékonysági akciókon, városi, közösségi, civil megmozdulásokon. Az utóbbi időkben aktívan közreműködött a Szüret Ízei verseny lebonyolításában. A rendezvényeken saját készítésű ajándéktárgyakkal, díjakkal is meglepte a résztvevőket. Aktív, odaadó, a közösséget hosszú ideje szolgáló társadalmi tevékenységének elismeréseként Dunaföldvárváros önkormányzatának képviselőtestülete Németh Lajosnét Dunaföldvárért emlékérem kitüntetésben részesíti. A díjat átadja Horváth Zsolt polgármester és dr. Süveges Árpádné alpolgármester asszony. Thank you.
és lehetőséget adott szórakozásra, tájékozódásra, kirándulásokra, és én nagyon gyakran találkoztam vele, amit én akkor a napsugárban is dolgoztál, és nagyon sokat tettél az ott élő időseknek. Nem a fizikai szükségleteinek a kielégítésére, hanem azért, hogy ők ott jobban érezzék magukat, jobb körülmények között szórakoztató helyen legyenek, mint egy átlagos otthonban, és nagyon szépen köszönöm. Várok itt a színpadon. Könnyes a szemem, és kavarognak a gondolatok a fejemnek. Mint ahogy abban a pillanatban is, amikor alpolgármester asszony telefonon értesített a díjról. Elsősorban köszönetet szeretnék mondani azoknak, akik felterjesztettek erre a címre, vagy aláírásukkal támogatták a felterjesztőket. Sokan voltak. Nagyon köszönöm a képviselőtestület tagjainak, polgármester úrnak, a polgármester asszonynak, hogy a 42 éves munkám alapján méltónak találtak Dunaföldvárért emlékéremre. Hálás vagyok az őszi alkalmiukias klub tagjainak, hogy mindenben mellettem álltak és állnak. Ez a díj nem csak nekem szól, hanem nekik is. Nem utolsó sorban köszönöm családomnak, férjemnek, gyermekeimnek, unokáimnak, anyukámnak, hogy mindig támogattak, és végezhettem ezt a tevékenységet az elmúlt hosszú évek során. Szolgálatnak tartottam az életet, szeretek segíteni, programokat szervezni, élményeket nyújtani, kis ünnepi pillanatokat varázsolni az emberek életébe, hogy színesebbek, vidámabbak legyenek a hétköznapok. A mai ünnep az én életemben is nagyon nagy ünnep. Köszönöm. Következő idézet talán jól kifejezi az évek során vallott elveimet. A kezed csak megfogni szabad, elereszteni vétek, ellökni átok. Egymásba simuló kezek tartják össze az eget és a világot. Még egyszer nagyon szépen köszönöm. Ma esti adásunk bármikor megtekinthető weboldalunkon. A kábeltelevízión ismétléssel péntek este 8, illetve a vasárnap délelőtt 10 órától jelentkezünk. Új anyagot egy hét múlva kedden ugyanebben az időpontban láthatnak. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!